Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Jele Jászmin Grace vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Különleges vasútmodellt mutattak be Siógárdon. Hobó tartott előadást Bátaszéken. Színes programsorozattal készül a Babics Adventre. A család, a közösség és az egyén fontosságáról beszélt a püspök. Pont ugyanúgy közlekednek és úgy néznek ki, mint az igazi vonatok, ám azoknak kicsinyített másai a vasútmodellek. Most Siógárdon állított össze egy ilyen 60 méter hosszú látványosságot egy baráti társaság. Ki ne ismerné fel akár álmából felkeltve is a magyar vasútállomások tipikus látképét, és ki ne gondolna nosztalgiával egy-két ott szerzett élményre. Mindannyiunknak vannak emlékei a peronokról, a várótermekről és a síneken zögykölődésről. Siógárdon most ezeket a képeket idézhették fel újra azok, akik ellátogattak a mindössze két napig bemutatott modellvasút kiállításra. Az Origo mindig a szerelem. A szerelem nélkül nem működik. Kell egyfajta elhivatottság, egyfajta ismeret. De ezáltal megvan, akiben ez már csirájában megvan, ez ott van. És akkor az ember megismeri ezt a lehetőséget, mert ugye ez sem volt mindig, ez kinőtt a földből, ez egyszer csak egy magyar csapat elkezdte ezt csinálni, illetve mi később csatlakoztunk egy német, európai szintű nagyrendszerhez. Ők alakították ki ezt a szabványt, hogy nézzenek ki a véglapok, amelyek ez ugye ez az összeépítés lehetővé teszik. És ez szép lassan, ezek a kis asztalka, ilyen kis darabka, egy ilyen modul, ez viszonylag egyszerű, ez hamar megvan. És az ember ugye elkezdi egy darabból, aztán később kettő, három, csinál egy ívet, és akkor elkezd egy megállóhelyet építeni, később elkezd egy kis picike állomást, aztán ha már tényleg benne van, akkor már egy nagyobbat csinál. Tehát ez egy folyamatos dolog. A 60 méter hosszú terepasztalt egy baráti társaság tagjai állították össze sok-sok évnyi munkával. Itt szinte mindent ők maguk terveztek és készítettek. Ezáltal, hogy ezek az elemek, ezek variálhatók, tetszőleges asztalt, méretet lehet összehozni. És akkor ezen az asztalon működik az üzem. A mi játékunk az nagyon specifikus. Például nálunk minden teherkocsinak van egy úgynevezett kártyája, ami azért érdekes, mert a teherforgalom az úgy működik, hogy mint a valóságban rendelik az árut. Tehát nem úgy van, hogy mennek a vonatok csak össze-vissza, hanem adott célállomásra, adott rakománnyal közlekednek a vonatok, amiket az állomásokon raknak össze, tologatják össze a szerelvényt, tehát az igazat. Úgyhogy már csak emiatt is. És ez egy külső szemlélőnek nem biztos, hogy adja azt az érzést, amit látható. Vagyis az építők akkor, amikor játszanak, egy-egy menetrend szerinti napot modelleznek le. Minden mozdonyvezető pontos beosztás szerint indul, közlekedik és érkezik a megadott célállomásra. Az állomások egymással kommunikálnak, ugye szolgálattevők. Minden mozdonynak saját mozdonyvezetője van, aki megy szépen a vonatával az asztal mellett, és akkor ő ugye a mozdonynak a vezetője. Vannak különböző fajta vonatok, tehervonatok, személyvonatok, tolatások vannak az állomásokon, minden, mint az igazi. Régen volt egy ilyen magyarországi szervezet, azt hiszem, hogy Maroknak vagy Mahóének hívták, aki összefogta a magyarországi klubokat. Ez még a korábbi rendszernek volt egyik ilyen kis mellékága, és hát ebből a régi klubrendszerből alakultak ki, ugye, tehát sok ugye hát kiöregedtek, az öregek, szegények, van, aki már el is hagyott minket, de hát az akkori ifjúság, az ugye most így megerősödött, felnőtt, megemberesedett, és hát ők most a gerincje ennek az egész mozgalomnak.
gyakorlatilag ez egy nagyon régi kapcsolatrendszer, és abból vannak a külön. Mindenki szanaszét származott egy-két helyről, és akkor így az ország több pontjáról futnak össze emberek. Járunk Győrbe is találkozóra, mi ugye budapestiek vagyunk, Győrbe járunk, Békés Csabára járunk, van, hogy Miskolcra is eljutunk, úgyhogy ez egy ilyen országos kapcsolat. Szinte hihetetlen, de itt nem csak a mozdonyokat, hanem még az azokat irányító sorompokat is apró beépített számítógépek irányítják. A rendszer tehát rengeteg mikrovezérlőt tartalmaz, amiknek a programozását is a kiállítók oldják meg. Ez már egy nagyon komoly dolog, ugye hát régen még az Erzsi-1-es Pikó, meg minden, ugye megvoltak ezek a dolgok a villanyvasútnak, hát ez is villanyvasút, csak ez már egy digitális, komoly üzem. Itt gyakorlatilag minden egyes mozdony egy számítógép. Van benne egy icipici kis chip, nevezünk egy kis pici kis boardnak, ami egy központi egységgel tud kommunikálni, és van egy kiépített ilyen buszrendszer a végig a terepasztal mentén, és ehhez csatlakozhatatók ilyen kis pici vezérlőegységet, amelyek a egyes mozdonyokhoz vannak hozzárendelve. És ezzel a kis egységgel lehet vezérelni a mozdonyt, akár csak a hangját is. A digitális üzemben már lehetőség van arra, hogy ugye folyamatos feszültségem van a sín, és abban tudnak mindenféle vezérőjeleket küldözgetni a mozdonyoknak, ezeket ők fölveszik, és akkor kommunikálnak a központtal, kiadom a parancsot, hogy világítson, fütyüljön, zörögjön, és akkor ez így működik. Földes László, vagy ahogy az egész ország ismeri, Hobó Hármas Oltár című előadását láthatták az érdeklődők Bátaszéken. Az est anyagát az énekes korábbi, hasonló produkcióiból állította össze. Elmondása szerint azt kereste, hogyan jelenik meg három különböző kulturális közegben a szabadság eszménye. Mi emberek vagyunk, s mi megdöföltünk hirtelen, majd mi is lerogyunk. Viszoszki, József Attila és Jim Morrison versei és szövegei kerültek az est programjába, olyanok, melyek korábban már az említett költők műveiből összeállított önálló estekben szerephez jutottak. A közös bennük a tragikus sorsuk mellett az, hogy a maguk közegében keresték a szabadságot. Mindhárman például nagyon rövid pályát futottak be, egyrészt hamar meghaltak, másrészt pedig hát a Doors például csak tulajdonképpen 4 évig működött, a Viszoszki is 10-12 évig írt a dalait, talán 13. József Attiláról meg ugye tudjuk, hogy az is épp, hogy 20. Tehát azért nem egy teljes élet volt, vagy annak a tapasztalatát állt mögött. A közös az, ami ezt az előadást létrehozta egyébként, az a szabadságvágy. És mivel én itt töltöttem el, meg szeretném is eltölteni az életemet, nekünk egy fantasztikus ígéret volt Amerika, a 60-as évekről beszélek. Mikor mi fölnőttük, meg jött a zene, azt hittük, hogy ez micsoda egy szabad ország. És ez egy megrázóan erős dolog volt, amit a Viszockitól tudtam meg, hogy ő a szovjet körülmények között a brezsnyevi időszakban hogyan próbált szabad lenni, és hogyan sugároztak ki a szabadságot. József Attila meg már addigra bennem volt, mire ezt a műsort egy olyan 20 évvel ezelőtt először eljátszottam egy koncerten. Sokszor például a Rolling Stones-ra, vagy a Doors-ra azt mondták, hogy ez egy vad zene. Meg arra a zenére is azt mondták, amit én játszottam, vagy játszom. De nekem a vadság jelentette a szabadságot azokban az években, amikor például Viszoszki még élt, vagy a Doors játszott. Én egy közvetítő vagyok ebben a dologban, mondja, akinek az a dolga, hogy továbbadjam mindazt, amit kaptam tőlük. Sokféleképpen hozzá lehetne jutni mindegyikükhöz.
Én annyiban bejebb vagyok a dologban, hogy a Morrisonnak a verseit is, amihez hozzá lehetett férni angolul, azokat is lefordítottam. Tehát nem csak dalszövegek hangzanak ettel, hanem versek is, vagy inkább szabad szövegek, hogy ne a hagyományos költészet kategóriáját használjuk, de viszont kiidézetek is vannak, amelyek nem versek vagy zenék, nem beszélve a József Attiláról, akiknek hát vannak próza versei, mint a Levegőt például. Ez egy nem egy szájbarágos dolog, hanem arra azok számára, akik erre nyitva vannak, és ez már majdnem a századik előadás. Ez nem ilyen valamilyen tanítás, vagy magyarázás, vagy ismertetés, hanem átadása egy élménynek, ami engem meghatározott, vagy amin én fölnőttem, vagy ami engem irányított. A rivalda fény a kordáinkba sík, a hőségben a lámpa megvakít, arcom roppatakszik a víz, szakad, szakad, szakad. Ha arra gondolok, hogy mit ejtünk ki a szánkon, akkor igen, látod. Igen, csak megfoltolt emberek voltak, vagy a Morrison olyan dolgokat szinte az ösztönlétéből, vagy a tudatalattiából szabadított ki, amihez igen nagy bátorság és felelősségvállalás kell. Különös tekintettel mondjuk az Amerikai Ima című szabadversre, vagy akár a Vég, vagy The End című dalra. Tehát olyan dolgokat szabadított ki magából, amit hát addig senki, meg azóta se nagyon mert senki megcsinálni. Igaz, hogy ez az a fajta tehetség kellett, nem csak bátorság, hanem előadói tehetség, és nem csak költői, hanem előadói tehetség, hogy ez hiteles legyen. Ez egy óriási szabadság, az ő egyéniségének a szabadságát demonstrálja, és nem egy kábítószeres élmény hatására. Hiszen ezek megmaradtak versek és dalok formájában, vagy versfelvételek formájában. Tehát ez egy vállal dolog volt, nem ilyen, nem tudom miért, bedurrantok és akkor össze-vissza beszélek valamit. Ez nem teher vagy fájdalom, hanem egy hihetetlen lehetőség arra, hogy az ember megszabadulja saját magától, és átadja azt, amivel belekerül. Ezek olyan erős dalok, olyan szövegek és versek, amik magukba szívnak engem. Nem kell, hogy én legyek a hobó, a magyar blues énekes, aki mondjuk a nem tudom, közép-európai hobó blues vagy vadászat, nem kell ehhez semmi, hanem az kell, hogy ez, persze hát könnyű dolgom, mert magam választottam a dalokat, tehát amit esetleg nem tudnék elénekelni vagy elmondani, mert túl nehéz vagy másfajta rezgése van, azokat nem teszem bele. Tehát egy csodálatos utazás ez, miközben hát nagyon nehéz, persze rettetes kínok vannak benne, mert az ember azonosul azon, amit jön. És hát ott bizony nagyon vad, meg nagyon fájdalmas, vagy nagyon keserű, vagy nagyon szomorú dolgok is vannak ebben az esben. Sarkában a díszség, szemében a lány, táncolat a dírvén, a herceg mellette áll. Minden nehézség ellenére nagyszabású programsorozat zajlik majd Szekszárdon az adventi időszakban a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. A szórakoztató programok mellett ebben az évben is sor kerül a cipős doboz akcióra, melynek keretében rászoruló gyerekeknek gyűjtenek adományokat. Az energiaválság hatásai nem csak a háztartásokban érezhetőek, de nehezített feladat elé állítja a közművelődési intézmények közül azokat, akiknek nem kell az ajtót becsukni a következő időszakban. A Babits Kulturális Központ arra készül, hogy bár az eddigiekhez képest visszafogottabban, mégis az ünnepi előkészületekhez méltó programsorozat találjon a szekszárdiak és az érdeklődők elé.
Talán annyi történt, hogy egy kicsit a helyszín módosult, illetve racionalizálni kellett, költség szempontból is egyszerűsíteni, illetve csekélyebb költségvetésű programokat kellett összeállítanunk. Az első gyertyák már felgyulladtak az adventi koszorún, és ezzel kezdetét vette az a 3 hetes programsorozat, melyben országos hírű előadók és helyi civil csoportok egyaránt lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. Mindenképpen fontosnak tartottuk a város vezetésével együtt azt, hogy még ebben a nehéz helyzetben is egy kis örömöt, egy kis fényt kell vinni az éjszakába, szó szerint is, és ebben a helyzetben még nagyobb szükség van az embereknek arra, hogy egy kis lelki feltöltődésre készüljenek a karácsonyra. Ennek érdekében mi egy elég gazdag program sorozatot tudtunk összeállítani, itt hétvégén nagy koncertek, gyermekműsorok, nagyon híres fellépőkkel olyan színházi előadások is megvalósulhatnak, amelyekről örömmel mondom el, hogy már teltházasak, szinte valamennyi hétvégén. Szintén nagyon fontos és nagyon örömteli lehetőséghez jutottunk a Kulturális és Civil Bizottság támogatásával, hogy a Művészetek Házában azok a szekszári kórusok adhatnak ünnepi hangversenyt, amelyek az előző 20 évben vagy 25 évben ezeket a ünnepi koncerteket mindig megtarthatták. A mostani rendezvénysorozat létrehozása az összefogás ünnepe, mondta Berlinger Attila. Nehézségben derül ki, hogy azok a partnerek, akik össze tudnak fogni, azok akkor is sikerre tudnak juttatni egy-egy történetet. Itt az advent időszakban is a mentálhigiénés műhely, a humán szolgáltató központ, a 7100 a Szexád a városom, illetve sok-sok egyéb más partnerrel, a mi saját csoportjainkkal együtt állítottuk össze ezt a programot. Mindenki hozzátette, ki anyagilag tudott segíteni, ki programszervezésben, ki az önkéntes civil munkájával, és azt gondolom, hogy minden áldott nap egészen december 23-áig itt programok várják az erre látogatókat. A Babics környékét is próbáljuk egy picikét ennek hangulatában feldíszíteni, egy szép karácsonyfát találhatnak itt a főbejárat előtt az erre látogatók, és a műsor is itt a főbejárat előtti kis fedett területen valósulhat meg, meghitt hangulatban, minden délután olyan általában 16-16:30 körül kezdődnek ezek a programok. Másodikán nyit a, úgymond a karácsonyi vásár, nevezzük ennek, ez is egy picit talán szerényebb méretű, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt volt, de azért több mint 10 árus örömmel vállalta a megjelenést. Itt a sétányon, a Babics előtti fasor részén fognak kitelepülni azok az árusok, akik kimondottan karácsonyi portékákkal, megfelelő ajándékokkal, forralt borral, minden finomsággal várják az ideérkezőket. A kulturális programsorozat mellett az elmúlt évek szokásainak megfelelően jótékonysági kezdeményezés is indult. Itt kiemelném ebben a Humán Szolgáltató Központtal közösen meghirdetett cipős doboz akciónkat. Ugye ez is egy olyan országos jótékonysági akció, amelyben Tolna megye és Szekszárd is hosszú évek óta kiveszi részét. Arra biztatjuk a városlakókat, hogy egy cipős dobozba készítsenek össze olyan ajándékokat, lehet ez akár élelmiszer, lehet ez játék, lehet ez bármi olyan, ami egy-egy rászorult családnak szebbé teheti a karácsonyát. Ezeket mi gyűjtjük egészen december 16-áig. És akkor aznap délután pedig közösen, ez tavaly is, ha jól emlékszem, több száz doboznyi ajándékot jelentett, aznap délután fogjuk átadni város vezetésével és a Humán Szolgáltató Központtal közösen. Lesz még egy jótékonysági akciónk, ami az elmúlt napokban derült ki. Az egyszülős központ is megkeresett bennünket, ez is egy országos program sorozat. Ez azt jelenti, hogy az egyedülálló szülők, akik egyedül nevelik gyermekeiket, az ő karácsonyukhoz is egyfajta gyűjtési akció indul. Ez a budapesti központ, ez az egyes megyékben úgymond egy-egy nagykövetet helyez ennek az akciónak az élére, és itt örömmel tudósítjuk, hogy delegált Gábor úrral, aki a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottságának a főtitkára, közösen meg tudtunk állapodni, hogy egy nap alatt cipős doboz akció előtt, december 15-én egy másik, úgymond ilyen karitatív és a családoknak sokat jelentő akciót fogunk itt a Babicsban megvalósítani. A hétvégékre időzítették a szervezők a különlegesebb programokat. Itt találkozhatnak a nézők többek között Zoránnal, az Urbán Verbunkkal, Falusi Mariannal és barátaival. A tervek szerint lesz szilveszteri Batyús Bál is a házban. Mindezek mellett a meghirdetett előadásokon és a mozi folyamatos üzemeltetésén túl hosszabb karácsonyi szünet vár a műfázra. Az újévi koncertet el fogjuk halasztani, egy kicsit megtörjük a hagyományt, bár nem minden évben volt január 1-én, ebben az évben a
rezsi árak emelkedése miatt, az energiaárak emelkedése miatt egy picit hosszabb karácsonyi szünettel tervezünk mi is. December 22-től január 12-ig bezár a ház. Mozi és a meghirdetett előadások természetesen meg lesznek tartva, de maga az újévi koncertet nagy valószínűséggel január 15-én fogjuk tudni megtartani, ez is még szervezés alatt áll. Amennyire erőnkből és lehetőségeinkből telik, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a karácsonyvárás hangulata, a feltöltődés időszaka ünnepélyessé és vidámmá sikeredjen, mondja Berlinger Attila. És bár tudja mindenki, hogy egy nehéz időszak előtt állunk, a magunk részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden ide látogató megtalálja a kedvére való programot. A kiegyensúlyozott élet elengedhetetlen alkotója a sok beszélgetés és az egymásra való odafigyelés, mondta Felföldi László a Vármegyeházi STK-n. A pécsi megyés püspök az egyén, a család és a közösség fontosságáról tartott előadást Szekszárdon. Már közel 7 éve hagyomány Szekszárdon, hogy a Tolna megyei kormányhivatal és a Vosinszky-Mór megyei múzeum szervezésében különböző műfajú, szórakoztató vagy épp lélekemelő előadások valósulnak meg a Vármegyeházán. Legutóbb Felföldi László, a pécsi egyházmegye püspöke osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Sokat gondolkoztunk, beszélgettünk, hogy mik voltak eddig, milyen témák hangzottak el, nyilván megnéztem azokat is ezeken az estéken, és én most nagyon sokat küzdök, foglalkozok, gondolkodom az emberrel és az ember valóságával, a közösséggel. És azt gondolom, hogy most a katolikus egyházban, a világban, a hétköznapi életben ez a legaktuálisabb kérdés. És ezen múlik az emberségünk, hogy hogyan éljük meg az emberi méltóságunkat, és hogyan viszonyulunk, hogyan vagyunk jelen a közösségben. És a jövő is ezen múlik, hisz a gyermekek, a fiatalok csak egy közösségben képesek igazi, érett, felnőtt emberré válni. Nagyon nehéz tanácsot adni. Mindenki egy különleges úton halad, mindenki egy különleges életet él. Nincsenek igazán olyan szavak, olyan utasítások, csak inkább én azt szeretném, hogy gondolkozzunk el a magunk helyzetén, hogy mi az, ami rendben van nálam, és mi az, amit másképpen kéne. Mert mindenki érzi a saját szívében, hogy ez így, az én családomban, az én párkapcsolatomban, az én apa, anya, fia, gyermek kapcsolatban mi az, ami rendben van, jól működik, és mi az, ami esetleg nincs teljesen a helyén. Tehát inkább én azt gondolom, hogy érintek gondolatokat, érintek területeket, és aztán mindenki a saját szívében kell, hogy megtalálja a neki szóló, ott megszülető üzenetet. Az emberi méltóság és az emberi közösség szétválaszthatatlan. Nagyon összetett egy emberi sors. Nagyon különleges, hogy hogyan alakul ki. Mennyi szeretet, mennyi minden kell hozzá. Csak például, hogy megmentjük a gyerekeket nagyon sok szenvedéstől, amitől tilos volna megmenteni. Mert a küzdelem, a harc, az élet feszültsége, az formál, alakít, az egészségessé tesz. És ugyanakkor meg ráteszünk a gyerekekre olyan terheket, olyan szenvedéseket, amelyeket tilos volna rátenni, amire ők még nincsenek fölkészülve. Az ő lelkük, az ő szívük ezt nagyon nehezen viseli. Ez is például egy konkrét helyzet, élethelyzet, igen, náluk már veszélyben van az emberi méltóság, veszélyben van a jövő. És egyre több gyereken látjuk, hogy az élete alakulása, az egészséges psziché, az egészséges lélek, az egészséges test veszélybe került. És segítenünk kell a szülőket, a családokat, hogy ott váljanak ezek a gyerekek igazán egészséges gyermekké, fiatallá és majd felnőtté. És hogy mire kell figyelni, hogy megmaradjon az emberi méltóság? Az embernek önmagára és a másikra. A hitvesek kapcsolatán nyugszik egy család titka. A kapcsolaton. A gyermek szeretet élménye is, a szülők egymás iránti szeretete.
neki az a biztonság, az az erő. Tehát erre kell figyelni. És a másik a közösség. Az élet keresztje, az élet küzdelme elviselhetetlen egyedül. Elviselhetetlen szűk közösségben. Minél nagyobb közösséghez tartozom, látom ennek a valóságát is, ahol nagyobb családi közösségek, nagyobb családok igazán összetartanak, rendszeres kapcsolatban vannak, stabilabbak a házasságok, boldogabbak a családok, és derűsebbek a hétköznapok. Tehát amikor az emberről, az egyénről beszélünk, akkor a közösség nem egy hobbikert, hanem az élet valóságának a biztonsága, a háttere. Ezért ma mind a kettőről fogok beszélni, az egyénről is, a családról és a közösség teljességéről, gazdagságáról. Az elmúlt években különösen nehéz volt a közösségeknek. A koronavírus okozta korlátozások sokak életét megnehezítették. Próbára tette, és tükröt tartott. Nagyon sok család csodákat élt meg, megerősödött, ajándékok özönét kapták, és ragyogtak gyerekek, felnőttek, mert olyanra volt idejük, amire addig soha. Úgy figyeltek egymásra, hogy addig soha. És voltak, akik nagyon megszenvedték ezt az időt. Nagyon nehéz volt. Tehát minden próbatétel valójában a jót és a rosszat világosabbá teszi. Érthetőbbé, élőbbé, de mind a kettő üzenet. Az egyik arra, hogy akkor nekünk tenni kéne valamit, miért nem tudunk mi az asztalnál örülni és mosolyogni, a másik, hogy adjunk hálát, és nagyon vigyázzunk arra a kincsre, amink megvan, ami a miénk, hogy mi milyen boldogok vagyunk. És láttam nagyon sok családot sétálni, kerékpározni, és mosolyogtak, és derűsek voltak, mert most erre van lehetőségünk, akkor ezt tesszük meg. Kiemelte azt is, hogy a beszélgetés az egyik legfontosabb dolog az életben, és azt kívánja, hogy mindenki találja meg az adventi készülődésben saját életének, kapcsolatainak a biztonságát és az örömét, hiszen ettől fog az ünnep valóban kiemelkedni a hétköznapokból, és megmutatja majd az élet értékét, gazdagságát. A boldog élet az egy egyensúly. A hétköznapi élet szenvedése és öröme között. Nincs olyan, hogy szenvedés nélküli élet. Nem szabad azt képzelni, hogy az a boldogság, amikor semmi bajom nincs, mert akkor ez soha az életben nem fog eljönni, hanem az a boldogság, hogy jól vagyunk. Vannak küzdelmeink, vannak betegségeink, vannak szenvedéseink, vannak harcaink, de egyébként azért mégiscsak jól vagyunk, mint az egészségünk. Az egészségünk egyensúlya, az a vírusok, bacillusok és az immunrendszerünk kiegyensúlyozott küzdelme, amelyen az immunrendszer győz. Tehát addig vagyunk egészségesek, amíg győz. De ez a harc, ez állandó. Ugyanígy a hétköznap életben is. Tehát nem szabad arra gondolni, hogy nincs küzdelem és nincs szenvedés. De mi alapvetően jól vagyunk. És ez az öröm, ez a béke, ez a szeretet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!